Természeti gondolkodású ember lévén alapvetően olyan körökben mozgok, ahol ez a hangszer elég népszerű, és néhány évvel ezelőtt, ilyen 2-3 évvel ezelőtt kerültem először kapcsolatba ezzel a hangszerrel, rögtön megtetszett igazából a hangzásvilága, illetve ahogy lehet rajta játszani. Biztos voltam benne, hogy nekem is lesz egy ilyen hangszerem. Egy 21 éve feltalált hangszerről beszélünk. Az első elnevezése a hang drum, mint hangot adó vagy kézi dob konkrétan. Egy svájci házaspár találta fel 2000-ben. 2001-ben mutatták be először egy ilyen zenéfesztiválon. Több hangszer akusztikájából kísérletezték ki ezt a fajta hangszert. Mi egy páran itthon Magyarországon dallamdobnak hívjuk. Nagyon sokan így ismerik, vagy pedig handpennek is szokták mondani. De a magyar nevét is sokkal jobban szeretem, a dallamdobot. És ugye a belső üres térben a rezonancia adja vissza ezt a szép hangzásvilágot. Amikor játszol, akkor mit játszol? Saját zenéket játszok általában, tehát hogy nekem főleg saját zenéim vannak, amiket én írtam. Van egy-két olyan dallam is, amit ilyen filmzenékből csempésztem bele ebbe a hangszerbe. Boci-boci tarkát is egyébként, amikor gyerekekkel találkozom, az általában olyan népszerű. Több mint 20 éve zenélek már, kb. 3 hónapja vásároltam meg a hangszeremet, azóta játszom rajta. Nyilván, hogyha valaki mindenféle zenei előzőtség nélkül kezdve játszani rajta, akkor nyilván azt jelenti, hogy több időre van szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon, hogy át tudja élni ezt a fajta zenei hangzást, illetve a játékában is nyilván hallatszik, hogyha valaki nem régóta foglalkozik zenével. Nekem több évtizedes zenei múlttal valamilyen szinten egyszerű volt igazából hozzászoknom. Elég sok felé jártam is. Hidegebb időkben annyira nem szívesen megy ki az ember az utcára zenélni. De egyébként nem csak utcára zenélek, hanem különböző felkérésekre is szoktam reagálni, illetve amit tudok, elvállalok. Nem vagyok pécsi, Borsodobó üzemplő megyéből származom. Már régen nem ott élek, egyébként Budapesten élek. A nyár elején elterveztem, hogy egy ilyen országjáró turnét beiktatok. Az egész Kárpát-medencéjét szeretném bejárni, minden nagyvárosban szeretnék elmenni. Felvidék, Délvidék, Erdély, Őrvidék és Kárpátalja is beletartozik ebbe a körbe, ugye a Csonka hazán kívül. Szóval gyakorlatilag a Kárpátok övezte magyar hazának az egész területét szeretném bejárni és népszerűsíteni ezt a hangzásvilágot. Soha sehol nem találkoztam még olyannal, hogy valaki azt mondta volna, hogy ez neki nem tetszik. Igazából 0-tól 99 éves korig mindenki rögtön a szívéből fogadja ezt a hangzásvilágot, és egyszerűen osztatlan a siker konkrétan, és nagyon örülök. Ékszertervező vagyok és készítő, valamint van egy logisztikai foglalkozásom is, szóval nem ez a főállásom igazából, de nem is hobbinak nevezném, gyakorlatilag ez inkább egy küldetés számomra. Alapvetően is imádom a zenét, imádom ezt a hangzásvilágot, imádom ezt a hangszert, és örülök annak, hogy ez mások is így látják, és nagyon szimpatikus egyébként, hogy ilyen könnyen és nagy szeretettel befogadják az emberek.